Óvodás szúrta le a malacot, állatvédők tettek feljelentést egy sellyei disznóvágás miatt. Nem volt fagyhalál az utcán, a legtöbb hajléktalant sikerült bevinniük a támaszhoz. Ha fázol, vegyél egyet, ha segíteni akarsz, tegyél egyet, újabb gyűjtő akció a hajléktalanoknak. Kéménytüzek, kigyulladt autóbusz és lángoló tető, eseménydús hétvége volt a tűzoltóknál. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Óvodáskorú kisgyerek szúrt le egy malacot a Baranya megyei Sellyén. Erre a felnőttek bíztatták. A horrorba illő jelenetet ráadásul fel is vették egy mobiltelefonnal, amit kitettek az internetre. Pécsi állatvédők felháborítónak tartják a történteket, ezért állatkínzásért feljelentették a családot. Az állat nem volt altatva vagy kábítva, amikor leölték. Hatalmas felháborodást váltott ki ez a telefonos videófelvétel az egyik közösségi oldalon. Két felnőtt leszorít egy visító malacot, az állatot ezután az óvodáskorú kisfiú mészárolja le a kezébe adott késsel. A felvétel olyannyira felkavaró, hogy a szúrás pillanatát nem mutatjuk. A horrorba illő jelenet a Baranya megyei Sellyén játszódott le még szilveszterkor. Atya Isten! Még ilyet nem hallottam se én. Ön szerint szakszerű volt ez így, vagy nem kellett volna, hogy ez így történjen? A helyiek, akik ismerik a családot, nem mertek nyilatkozni. Kamerán kívül azonban elmondták, hogy jó módonak ismerik a családot, és nem értik, hogy miért adta a kést a kiskorú gyermek kezébe. Az ügyben feljelentést egyébként egy pécsi állatvédő egyesület tett. Ennek részleteiről azonban ők sem kívántak nyilatkozni. Más állatot vagy akár embert is bánthat később az a gyerek, aki ilyen fiatalon a felnőttek beleegyezésével és biztatásával gyilkol meg egy disznót, mondta híradónknak egy állatvédő. Ráadásul a sertés feltűnően értelmes állat, aki különösen szenved a készszúrástól, ahogy azaz amatőr felvételen is látszik. Szerintem, hogyha egy kisgyerek megsimogat egy disznót, az sokkal maradandóbb és pozitív élményt jelent neki, mint ez az eset. Hogy a Sellyén történtek állatkínzásnak minősülnek-e, azt már a nyomozás fogja kideríteni. Aki gerinces állatot oly módon indokolatlanul bántalmaz, vagy olyan bánásmódot alkalmaz vele szemben, amely az ő pusztulását vagy maradandó fogyatékosságát idézi elő, az követi el az állatkínzást. Mivel láthatóan nem a malac szándékos kínzása volt a cél, jogilag kérdéses, hogy hogyan fogják majd megítélni. Az pedig, hogy a videón látható felnőttek kést adtak az óvodás kezébe, önmagában nem számít bűncselekménynek a szakértők szerint. Az ügyben a siklósi rendőrkapitányság nyomoz. Többen halálra fagytak az új évben a Magyar Szociális Fórum gyors jelentése szerint. Az emberjogi mozgalom nem jelölte meg az áldozatok pontos számát, csupán annyit közölt, hogy a dermesztő hideg további áldozatokat szedett, és a kihűlt személyek száma a december végi 80-ról 100 körülire emelkedett. A közlemény után nem sokkal érkezett a hír, hogy Zuglóban két holttestet találtak vasárnap hajnalban. A férfira és a nőre egy betonépítményben bukkantak, a hajléktalan pár az éjjel halálra fagyott. Cibere Károly korábban az M1-en azt mondta, fedél nélküliek éjjeli menedékhelyein az elkövetkező napokban is mindenkinek jut hely. Hozzátette, a mintegy 11 ezer férőhely eddig elegendőnek bizonyult, még akkor is, ha néhány helyen 100%-os a kihasználtság. Nem hűlt ki egy hajléktalan sem a hétvégi kemény fagyban, sikerült segíteni mindenkinek, mondja a Támasz Alapítvány szakmai vezetője. Mintegy 80 ember döntött úgy, hogy nem akar bemenni az éjszakai melegedőbe, inkább romos épületekben, elhagyott pincékben húzza meg magát. Őket takarókkal és forró teával segítették éjszakánként többször is a hétvégén dolgozó szociális munkások. Mínusz 16 fokban járták éjszaka a várost ezzel az autóval a Támasz Alapítvány munkatársai hétvégén. Sikerült minden fedél nélkül élőnek segítséget nyújtaniuk az erős fagyban, nem történt tragédia az utcán. Fagyhalál nem volt, legalábbis nem tudunk róla, de reméljük nem volt kihűlés és haláleset. Az éjszakai menedékhelyek, ezek 110%-os kihasználtsága, itt a krízisszállók, ugye ezt három szervezet is működtet Pécsen, a Támasz Alapítvány, Mártai Szeretett Szolgált, illetve a Szent Erzsébet plébánia, a Reményháza is működtet.
gyakorlatilag ezek 110%-os kihasználtságon mennek. Sokan bement, sok olyan hajléktalan bement, aki az elmúlt években azért nem ment be. Összesen 437-en töltik az éjszakát Pécs utcáin rendszeresen. A hidegben azonban nagy részük bement valamelyik éjjeli szálláshelyre. A kint maradtakat látták el az alapítvány szociális munkásai a hétvégén. Hajnalig kim voltunk, és fölkerestük ezeket az embereket, egy ilyen, hát egy 70-80 ember, aki még itt is kint tölti az éjszakát. Valaki szélvédett helyen, garázsokba, de hát olyan helyeken, amilyen romos épületekbe, ugye, de hát kimondottam most ez azok az embereknek a száma, aki ilyenkor azért veszélyes élethelyzetben van. Volt, akit rá tudtak beszélni, hogy jöjjön be velük az éjszakai melegedőbe. Aki ezt nem fogadta el, takarókat kapott és forró teát. Összesen 500 ember tudnak fogadni az intézmények estére Pécsen. Aki a földön, padon fekvő embert lát a városban, hívja a támaszalapítvány diszpécser szolgálatát. A bejelentett helyszíneket azonnal felkeresik az alapítvány krízis autójával. Újabb gyűjtő akció indult Pécsett a hajléktalanok segítésére. A Szabad Fogas elnevezésű kezdeményezés lényege, hogy egy kabátot hagyhatunk a kijelölt helyszíneken, melyeket a rászorulók magukhoz vehetnek. Pécsett Kovács Fanni, a PTE Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának irodavezetője indította útjára az akciót. Most a Csinos Presszóban várják az adományokat, ahol táblán is olvashatjuk, ha fázol, vegyél egy kabátot, ha segíteni akarsz, tegyél ide egyet. Budapesten indult meg ez a Vígszínházban, ez a Szabadfogas nevű kezdeményezés, és egyre több helyszínen az országban jelentkeztek tulajdonképpen, hogy létrehoznának ilyen kitelepülési pontokat, ami lényegében azt tartalmazza, hogy egy fogast kiakasztanak egy olyan területre, ahol az engedélyezett, és egy feliratot mellé társítanak, és így bárki vihet egyet, aki pedig segíteni szeretne, az pedig hozhat egyet, vagy akár többet. Biztosította a lakosság gázellátása, közölte vasárnap a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A tárolókban elég a gáz, 2,3 milliárd köbméter földgáz mennyiség megfelel az egy évvel ezelőtti teljes lakossági fogyasztásnak. Folyamatos az utánpótlás keletről, nyugatról is, és az országnak Szlovákia felé is van egy csatlakozása. A hideg ellenére nem volt üzemzavar a nagy feszültségű átviteli hálózatokon. Zavarok kisebb feszültségű vezetékeken fordultak elő, olyan szolgáltatóknál, amelyek a Mavirtól veszik az energiát. Vasárnap lehetett egyébként a tél legkeményebb napja. Az előttünk álló hét második felében mérséklődik a hideg, de akkor is csak legfeljebb 5 fokig melegedhet a levegő. A minimumok többfelé mínusz 10 fok körül alakulnak, és többször havazhat is. Több tűzesethez is riasztották a hétvégén a Baranya megyei tűzoltókat, kéménytüzeket, kigyulladt autóbuszt és lángokban álló tetőszerkezetet oltottak el a lánglovagok. Kéménytüzekhez Egerágra, Somogyra, valamint Siklósra és Gertére riasztották a tűzoltókat. A lángokat megfékezték, azonban a fűtőberendezéseket nem használhatják az ott lakók. Két komolyabb tűzeset is történt Orfűn és Siklós Mária gyűdön. Volt egy jelentősebb tűzeset is az elmúlt hétvégén. Orfűn egy panzió gyulladt ki, a teljes tetőszerkezete mintegy 400 négyzetméteren, a tetőtér beépítése, valamint a középső szint is kigyulladt. Komlóról és Pécsről érkeztek tűzoltók a helyszínre, akik közel 8 órán át dolgoztak a lángok megfékezésén. Az eset során senki nem sérült meg, azonban az anyagi kár jelentős. Az eset körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja tisztázni. Siklós Mária gyűdön pedig egy különjáratú autóbusz gyulladt ki, amelynek a hátuljában keletkezett tűz. Siklósi beavatkozók rövid időn belül megfékezték a tüzet, azonban az anyagi kár itt is mintegy 2 millió forint. Megkezdték a szükséges tanfolyamot és kiképzést a tervek szerint jövőre megnyíló kumlói börtön első dolgozói. Az 53 fő már a büntetés végrehajtás szerződött alkalmazottja, de továbbra is folyamatban van a toborzás, közölte a kumlói önkormányzat. Az 50 felügyelő, 2 segéd előadó, 1 szakápoló, összesen 12 nő és 41 férfi sikeresen teljesítették a kötelező pszichológiai és fizikai alkalmassági próbákat, így megkezdhették a munkakörükhöz szükséges szaktanfolyamokat. Ezek pozíciótól függően nagyjából fél évig tartanak. A fővárosi helyszín miatt a BVOP ingyenes szállást és étkezést, valamint 86%-os utazási kedvezményt is biztosít minden résztvevőnek, akik természetesen fizetést is kapnak a tanfolyam idejére. A vizsgákat sikeresen teljesítők egy már működő börtönben szerezhetnek szakmai gyakorlatot, mielőtt csatlakoznak a megnyíló kumlói fegyintézet csapatához.
Egy fél időn át remekül játszott a PVSK Pannonpáver az Alba Fehérvár ellen szombaton. Az első félidő végén hazai vezetéssel vonultak az öltözőbe a csapatok, azonban a harmadik negyedre összeállt a Fehérvár védekezése és megfordította a találkozót. Hiába dobott Szejfics 35 pontot, a végére elfáradt a PVSK, így végül 70-77-re, vagyis 7 ponttal nyert az Alba Fehérvár a PVSK Pannonpáver ellen a Lauber Dezső sportcsarnokban. Minden poszton volt pár kiló, 10 centi különbség. Mondtam mérkőzés előtt is, hogy csak akkor van esélyünk, ha jól dobunk kintről. Most az a legnagyobb probléma, hogy meg se teremtettünk egymásnak. Tehát amikor az Albakon megfordított a harmadik negyedben a mérkőzést, akkor hatalmas egyéni eskedések voltak. Próbáltuk a Keller Ákost átdobni, egész héten arról beszéltünk, hogy védik a büntető területet, passzoljunk ki, legyen még egy betörés. Pont ezeket a dolgokat nem csináltuk meg. Én úgy érzem, a védekezésünk az egy ilyen szintű csapat ellen megfelelő volt. Ugye kaptunk 77 pontot, ebből dobtak 4-5 pontot itt a végén a büntetőkből. A támadása volt a gondjaink. Nem játszottunk ilyen szintű védekezés ellen. Folytatódott az atomerőmű KSC Szekszárd ősztel elkezdett menetelése a női kosárlabda NB1-ben. Az új év első mérkőzésén a csapat teltház előtt fogadta az őszi idényben remeklő Peac Pécset, és a várakozásnak megfelelően egy nagyon izgalmas meccsen 8 ponttal megnyerte a rangadót Zsejkó Gyokics együttese. Olyan nagy meccs lett ez is, mint aminek ígérkezett, mint amilyen a pécsi őszi találkozó volt. Azzal a különbséggel, hogy nem kellett hosszabbítás, mert a rendes játékidő 4x10 percében eldőlt a meccs, ezúttal a Szekszárd javára. Mintegy 700 szekszárdi ember nem kis boldogságára, mert a 150-200 fős pécsi szurkolósereg bizony a találkozó végén nem volt túl boldog. Jobb volt a Szekszárd, hangzott el, példás sportszerűséggel a baranyai főszereplők szájából a meccs utáni értékeléskor. Először is szeretnék gratulálni a Szekszárdnak, nagyon jól kosárlabdáztak 40 percen keresztül. Kemény fizikális mérkőzés volt, a védekezésen volt a hangsúly mind a két csapatnál. Az utolsó 5 percben sajnos fejben kicsit gyengébbek voltunk, apróságokon múlott. A szekszárdi csapat a harmadik negyed közepéig valóban fölényben játszott mind a palánk alatt, mind a mezőnyben, köszönhetően a két szlovén center, Liszec és az új játékos Pirsics nagyszerű egyéni és összehangolt munkájának. No és a csapat végig kemény és koncentrált védekezésének. De ez utóbbiben a Pécs is följavult, és aztán Fűrész váratlan tripláival, Kaster pontos befejezéseivel, no és fegyverükkel a gyorsindítással a baranyai alakulat 8 pontra meglépett az addig vezető hazaiaktól. Ám ahogy Raksányi Krisztina, a válogatott játékos is mondta, a negyedik negyedben kielezett helyzetekben a Szekszárd volt a jobb. Egymásért harcoltunk inkább a pályán, és örülök, hogy a negyedik negyedben kicsit át tudtunk billenni azon a holdponton, úgymond az egész meccs elejétől, és át tudtuk venni a vezetést, de én is szeretnék gratulálni a PSZ-nak a küzdésért, hogy végig harcoltak, és megnehezítették a dolgunkat. A KSC Szekszárd nagy menetelése folytatódott az új évben, a csapat a második helyről várja a listavezető, bajnoki címvédő Unikva Sopron elleni szombati idegenbeli meccset, ami újból rangadóval ér fel. 12 órás műszakokban váltják egymást a rendőrök és a katonák a biztonsági határzár mentén. Embert próbáló feladat most a határvédelem, kötelező a 20 percenkénti melegedés, és forró teát, C-vitamint is kapnak a szolgálat teljesítő egyenruhások. Ruszi Romulus dandártábornok az M1-en hangsúlyozta, igyekeznek minél több meleg ruhadarabot kiosztani a katonáknak, hogy rétegesen tudjanak öltözködni, és így valóban ki lehessen bírni az extrém körülményeket. Idén már a Nemzeti Adó és Vámhivatal készíti a személyi jövedelemadó bevallások többségét. Tálai András elnök hozzátette, az erről szóló tájékoztató leveleket hétfőtől kézbesíti a posta. A legegyszerűbb azoknak lesz, akiknek van ügyfélkapujuk, hiszen ők március 15-től egy gombnyomással elérhetik a bevallási tervezetet. Felhívta figyelmet arra, hogy az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek továbbra is maguknak kell elkészíteniük bevallásukat, mert az ő jövedelmi adataik nem állnak teljes körűen rendelkezésre.
Ismét megújult a báb múzeumi tárlat egy része a Bóbita báb színházban. Január 7-től Orosz Klaudia Jászai Mari díjas tervező kiállítását, a töredékek kettőt láthatják a Zsolnai negyedbe látogatók. A tárlaton Orosz Klaudia munkásságának markáns szeletei bukkannak fel, fontos előadások látványvilágának tervei és megvalósult darabjai, marionett, botospálcás, kesztyűs, asztali és burrakubábuk. Tervezőként megfordult a Bóbitába, és mondhatom, hogy szinte majdnem minden magyarországi bábszínházban. Nagyon fontos azt is elmondani, hogy ő tanít a Képzőművészeti Egyetemen, és nagyon-nagyon sok fiatal tervező az ő kezei közül került ki. Tehát ilyen szempontból is mondhatom azt, hogy a magyar bábszínházak tervezői számára is egy nagyon fontos alkotó tanár, művész, és úgy gondoltuk, hogy mindenképpen ezt a gazdag életművet, amivel Klaudia rendelkezik, ha csak egy teremnyi méretben is, de jó lenne, ha megmutatná Pécset. Közel 200 ezer forint értékben lopott műszaki cikket egy férfi és egy nő január 8-án egy pécsi üzletből, közölte a megyei rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint egy 30 éves kétegyházai férfi társával, egy 15 éves békési lányjal két laptopot és két navigációs készüléket vett le a polcról, majd az áruvédelmi címke eltávolítását követően egy táskába rakták azokat. A pénztárnál csak egy DVD-lemezt fizettek ki, majd távozni akartak az üzletből, de a kijáratnál a biztonsági őrök megállították őket. A rendőrök elfogták a két tolvajt, majd kihallgatták őket gyanúsítottként. A közel 200 ezer forint értékű árut az üzlet visszakapta. A két gyanúsított ellen a pécsi rendőrkapitányság lopás miatt nyomoz. Somogy és Stolna megye híreivel folytatjuk. Összetartozásunkat és értékeinket ünnepeljük a megye héten, ez az ünnep minden somogyi emberé, mondta a megyenapon tartott rendkívüli közgyűlésen Bíró Norbert elnök. 17 év után először Csurgón adták át a legmagasabb megyei elismeréseket, a Prokomitátus Somogy díjat a világbajnok Majtényi Szabolcs, Domonkos András vitorlázó párosnak. Színes műsorral tisztelegtek Somogy megye történelme és értékei előtt a megyenapon tartott ünnepi közgyűlésen. Bíró Norbert közgyűlési elnök ünnepi beszédében az összetartozás fontosságára hívta fel a figyelmet, valamint arra, hogy az idei megyehét más, mint a korábbiak voltak. 5. év után ismét vidékre jöttünk, és a kaposvári megyeházát elhagytuk, és az volt ezzel a cél a megyei közgyűlésnek, hogy a kitüntetekhez közelebb kerüljünk, és úgy érzem, hogy ezt Csurgón nagyszerűen tudtuk teljesíteni. Somogy polgáraiért elismerést kapott posztumusz dr. Andrásovszky Zsolt, aki a Somogy megyei orvosi kamara elnöke volt, tavaly nyáron bekövetkezett haláláig dolgozott, a szakmai szervezet vezetőjeként is. Ugyancsak Somogy polgáraiért díjat kapott Csanádi József, a Balatonkiríti Református Egyházmegye presbitere, valamint az Egyházmegye világi főjegyzője. Minden reggel mivel kelek föl, hogy mi az elvégzendő feladatom, mik a távolabbi céljaink. Ezeket lépésről lépésről megoldjuk. Gyülekezetházat építettünk Balatonkirítin saját erőből, templomunkat újítottuk fel szintén saját erőből, és igyekszünk a gyülekezetünknek a napjait, a programjainkat úgy szervezni, hogy mind a gyülekezeti tagoknak, mind a fogyatékkal élőknek abban legyen szerepük. A legmagasabb megyei kitüntetést, a Prokomitátus Somogy díjat Majtényi Szabolcs és Domokos András kapták. A világbajnok vitorlázó páros 1987 óta szeli együtt a habokat, és azt mondják, mindig találnak új kihívásokat a sportágban. Az egész pályafutásunkat egy folyamatos fejlődés jellemzi, mind technikailag, mind a hajósztályt egyre jobban megismerve egyre előrébb jutottunk, és úgy érzem, hogy még nem értünk a végére, tehát még mindig tanulunk, és vannak új lehetőségek, amiket ki lehet próbálni ebbe az osztályba, folyamatosan lehet fejleszteni, és talán emiatt is nagyon szeretjük, és tovább szeretnénk még csinálni. Összesen 19 Somogy polgáraiért kitüntetést osztottak ki a megyenapi ünnepi közgyűlésen. Civil szervezetek, vállalati kollektíva, pedagógus, orvos, valamint polgármester munkásságát is elismerték Somogy elöljárói.
A 2 év alatti gyermekeknek rendkívül kedvezményes az idei évtől a fertőző agyhártyagyulladás C-típusa elleni védőoltás. A vakcina korábbi 7000 forintos ára helyett csak a dobozdíjat kell kifizetnie a szülőnek. A több halálos áldozatot követelő B-típus elleni védőoltás ára azonban továbbra is több mint 100 000 forint. A szakember szerint ez azért van, mert a vakcina új. Jelentős fertőzésről még nem beszélhetünk, de a somogyi patikákban megnőtt a védőoltások iránti kereslet, sőt a gyermekorvosoknál is egyre többen érdeklődnek a megelőzés lehetőségéről. Borsodban egy 2 éves gyermek halt meg, nem sokkal előtte egy 18, majd egy 20 éves fiatalt szállítottak kórházba. Korábban ugyancsak meghalt egy fiatal, mindegyikük megbetegedését agyhártyagyulladás okozta. A 2 év alattiaknak rendkívül kedvezményes januártól az oltóanyag, míg korábban ezért a készítményért 7000 forintot kellett fizetni a patikában. Az új évben recept ellenében már csak 300 forintos dobozdíjat kérik el a patikákban. A somogyi gyógyszertárakban megnőtt az igény a meningokokkus C-típusa ellenvédelmére nyújtó készítmény iránt. Itt a Szigeti Gyula gyógyszertárban is sokan vásárolták meg az oltóanyagot, mondja Győrbíró László. Most a meningokokusz C vakcina, ami nálunk készleten van, azt látjuk, hogy annak a forgalma gyakorlatilag elérte már a hónap ebben részében azt, ami máskor egy teljes hónapnak a fele. Ez azt jelentheti, hogy a jövőben tovább növekszik az igény, tette hozzá a gyógyszertárvezető. Elsősorban a csecsemők és a fiatal felnőttek, tinédzserek a veszélyeztetett korosztály, ezt már Zolnyánszki Ilona, a Kaposi Morogtató Kórház infektológus főorvosa mondja. A kicsik az immunrendszerük nem megfelelő védelme miatt, még nem alakult ki teljesen a felnőtt korra jellemző immunhelyzet, immunrendszer. Ők minden fertőző betegségnek jobban ki vannak téve, a fertőző agyhártya gyulladásnak is. A fiatal felnőtt kor, tinédzser korosztály pedig pont a közösség miatt. Így nagyobb az esélye a továbbfertőzésnek, tette hozzá dr. Zolnyánszki Ilona, mert hogy a baktérium okozta agyhártyagyulladás cseppfertőzéssel terjed, és így könnyebben adható tovább. A tünetek B és C típusú megbetegedés esetében is hasonlóak, fejfájás, hányás, magas láz és eszméletvesztés, mondta a szakember. A B típus ellen védelmet nyújtó vakcina ma még akár 120 000 forintba is kerülhet. Nyilván az, hogy a B típusú ellen már kifejlesztettek egy oltóanyagot, és nem olyan régóta van piacon, ez drágítja az oltást magát. Csupán ennyi szerintem az oka, hogy még egy nagyon friss, egy nagyon drága befektetéssel készült oltóanyagról van szó. A meningokokkus B-típusú megbetegedése elsősorban a 16-20 éves korosztályt fenyegeti, ám erre a vakcinára nincs TB-támogatás. A kedvezményes oltást a felmérések szerint 10-ből 5-en kérik. A több mint 100 000 forintos, elsősorban fiatal felnőtteket védő készítményt viszont az ára miatt érthetően jóval kevesebben, pedig a B-típusú baktérium fertőz gyakrabban. Az egészségügyért felelős államtitkár azt nyilatkozta, hogy egy évnyi próbaidő után döntik majd el, hogy a B-típusú vakcinát is jelentősen támogatja-e az állam. Megkezdték a Csiky Gergely Színház felújítását. A szakemberek először az épület szerkezetét tárják fel, hogy pontos képet kapjanak az állapotáról. A 9 milliárd forintos rekonstrukciónak köszönhetően a Kaposvári Teátrum épülete és technikai felszereltsége is megújul. Ez pedig több nézőt vonz majd, fogalmazott híradónknak Fülöp Péter igazgató. Szeretnénk az eredeti állapotába felújítani. Ehhez gyakorlatilag ami érdemben fog változni, az az, hogy a már kicserélt zsölyeszékek kerülnek vissza, és a nézőtérnek a lejtését azt meredekebbre fogjuk építeni, egy picit jobb rálátás legyen a színpadhoz. De díszpáholyjal is bővül a Csiky belső tere, magyarázza Lőrinc Ferenc építész. Feltört betont, levert vakolat és hatalmas gödrök mindenütt a Kaposvári Színházban. A több mint 100 éves teátrum így néz ki jelenleg, hiszen megkezdődtek a rekonstrukciós munkálatok. Gyakorlatilag az alapkoncepció az volt, hogy most állunk a színpad fölött, van a zsinórpadlás, és a színpadtól nyugati irányba a régi eredeti épületrészt, azt eredeti állapotából így fölépítünk hozzá egy előcsarnokot, ami ebből a színházból hiányzott. Ez egy szinttel alatt a lesülyeztett térbe fog beérni az épülethez, illetve ez a közönségforgalmi rész, és a hátsó kiszolgáló rész, ezt teljesen újjáépítjük.
A napokban szerkezeti feltárásokat és a festmények restaurátori munkáit végzik a Kaposvári Teátrumban, hogy pontos képet kapjanak az épület állapotáról. A felújítás és az átalakítás már nagyon időszerű volt, mondja Fülöp Péter igazgató, aki hozzáteszi, 21. századi színpadtechnikával is bővül a Csiky Gergely Színház. Szeretnénk olyan technikákat beépítetni majd a házba, amik utána évtizedekig képesek kiszolgálni a színházat, és némi modernizációval, természetesen szoftverfrissítésekkel és fejlesztésekkel képesek hosszú távon kiszolgálni a Kaposvári Színházat. Ez is hozzájárul majd ahhoz, hogy élvezhetőbbek legyenek a színdarabok, teszi hozzá Fülöp Péter, aki abban bízik, a modernebb teátrum több nézőt vonz majd. Most ebben az átmeneti időszakban minden egyes nézőért meg kell küzdjünk. Az átmeneti játszóhely, ilyen azt mondjuk, és az is tapasztalható, hogy a színpadon a színházi élmény az nem változik. A nézői komfort viszont sajnos más, mint itt bent a Csiky falai között. Az új színház pedig óhatatlanul magával fogja vonzani a nézőszám emelkedést. A nemzetközi és a hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy a fölújított színházak nézőszám növekedéssel tudnak kalkulálni. De a színészek is komfortosabb körülmények között próbálhatnak majd, hiszen a hátsó zsinórpadlás mögötti épületrészt elbontják, és egy korszerűbb, energiahatékonyabb létesítményt húznak fel. A mintegy 9 milliárdos beruházásnak köszönhetően várhatóan 2018 végére teljesen megújul a Csiky Gergely Színház. Híradónk végén főbb témáink még egyszer röviden. Óvodás szúrta le a malacot, állatvédők tettek feljelentést egy selyei disznóvágás miatt. Nem volt fagyhalál az utcán, a legtöbb hajléktalant sikerült bevinniük a támaszhoz. Ha fázol, vegyél egyet, ha segíteni akarsz, tegyél egyet, újabb gyűjtőakció a hajléktalanoknak. Kéménytüzek, kigyulladt autóbusz és lángoló tető. Eseménydús hétvége volt a tűzoltóknál. Kedden folytatódik a fagyos téli idő. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet, de csak néhol szálingozhat a hó. A szél mérséklődik, éjszaka továbbra is számítani kell kemény fagyokra. Mínusz 12, mínusz 10 fokig hűl a levegő. Napközben is csupán mínusz 4, mínusz 9 fok várható. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Viszontlátásra!